Tisztelettel köszöntök mindenki gyerekek, itt vagyok. Na itt van Évi is. Gyerekek, előre dolgoztam, főztem be ilyen apró krumplikat. Ne kelljen majd rá várni. Nagyon-nagyon-nagyon egyszerű receptünk lesz, viszont nagyon érdekes. Most mi a véleményetek? Elfogadható? Tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a új videón. Kérem, a oldalas sült, oldalas fűszersó, tehát ezzel fogjuk fűszerezni ezt a húst, amit ide készítettem. És ezen kívül semmi mást nem fogunk rátenni. Erre a húsra csak ezt fűszerkeveréket, illetve fűszersó, hogy azt mondja. Ez valószínű, hogy ezt itt el fogunk vágni ketté. Igen. Tehát mind a két oldalát kicsit bemaszírozzuk, bedörzsöljük, és akkor itt van egy kis darab, és hogy csináljam. Így. Elvágjuk. Olaj, már ide van készítve. Hát jól megkérgesítjük ezeket a húsdarabokat egyelőre, és akkor már meglátjuk, hogy utána, hogy hogyan haladunk tovább, oké? Kicsit előre dolgoztam, ez itt bakcsoly darabkák, ugye ez a vastagabbik rész, amit mondom, elkezdtem. Jó, ezt ide tesszük, azt a leveles részt, és akkor ez az a teljes ilyen, hát így. Ahogy itt látjátok, ugye a szára. Rendkívül édes. Ekkorákra összevágtam. Ebben a másik edénybe szintén van már olaj. Egy olyan 3-4 percig, vagy 5 percig, mindegy. Fogjuk dísztelni. Enyhén meg lehet sózni. Jó közepes tűzön sütünk. Nagyon hamar megvan. Ugye itt van ez a zöld része, ami hát nem igényel annyit időt, hogy átpuhuljon. Azért ezt is összevágjuk. Betakarjuk.
levesszük a hőt, és puhára pároljuk. Nem teszünk rá semmit egyelőre. Még mehet egy kicsit. Átüvegesedett egy kicsit. Sőt, van ahol egy picit meg is pirult, de semmi baj nincs. Igen. Frissen őrölt. Fokhagyma. Fekete bors. Gyönyörű ízek, illatok. Oké. Merők a víz, kérem. Puhára pároljuk, azon jó 10 perc fedő alatt. Újabb olaj. Egy kis fejvörös hagyma, finomra vágva. Elkezdett kérgesedni a széle vörös hagymának. Fokhagyma. Megsült ugye a fokhagymánk, látjuk. Oké, ráhúzzuk a egy doboz szeletelt gombát. Picit megdinszteljük. Tehetünk rá szintén ebből a nagyon jó ízű fűszerkeverékből. Igen. Picit átdinszteljük. Egy-két percről van szó. Kevés fekete bors. Gombánk szépen összeesett, ugye? Micsoda illat. Jó. És egy fél doboz paradicsomlé, kis vízzel felöntve. Ezt még rátesszük ide. Oké. Kérem, felfőzzük. Valószínűleg kis petrezselyem zöld jön rá. Picit majd a hagymától sűrűsödik. Így gyakorlatilag kész vagy. Jó, megpuhult a pakcsoly. Itt van nekem ez a... Ez már tulajdonképpen készen 90 szekund, tehát 90 másodperces teljes kiölésű barna rizs, és ezt ide rátesszük. És ez mint köret fog ugye szerepelni. Még egy kis lé is van alatta, úgyhogy... fel fogja szívni.
Hát én azért egy olyan 3 percet adok neki, mire átforrósodik. Nagyon pici borsot teszünk, azért. Igen. Megfelel. Alright. És akkor elvileg ez is kész. A húst az teljesen tökéletesen puhára akarom, és szeretném, úgyhogy lehessen a csontról párolni. Erre is itt ránézünk, jó van. Jó, egyelőre nem teszik bele semmit. Lekapcsolom. És egyedül a hús marad, aznak még kell, szerintem még egy jó 3-4 óra biztosan. Oké? Okay? Kávészünet. Na, most egy kicsit más dolog jön. Kérem, itt van a készen a céklánk, amit én emlékeztek? Az öreg kuktába főztem, és tökéletesen puha. Nagyon jó. Nem tettem én ebbe se ecetet, semmit. Csak azt a sót, amit láttatok. Nem tudom, az rajta volt. És kell. Másfél óra alatt főtt meg, hagytuk a lébe, kuktába. Kihűlt, betettük a hűtőszekrénybe, és másnap, azaz tegnap, ugye félbe, negyedbe vagdostam, ilyen nagyok, láttadok, mekkorák voltak, leszeltem őket erre a vastagságra, így. Na most, persze, hogy mondom, nincs rajta se cukor, semmi, de nem is kell, véleményem szerint, mert hogy a gyerekek, Évi hozott ezt a dobozos rántott csirkét, és semmi más köretet nem ettem hozzá, csak ezt, de ebből aztán ettem bőségesen. Mennyit, egy olyan kis tányérnyit. Egy ennyit, és egy pohárnyi, kis pohárnyi levet. Meg úgy kortyogattam mellé, nagyon jól esett. Na, erre ma reggel nézem a vércukromat, gyerekek. Gyakorlatilag a duplája volt. Tehát, mit tudom én, ha most azt mondod, hogy mondjuk 100, akkor mondjuk rá, hogy 200. Tehát megduplázódott az a cukor mennyiség, ami eddig, ami ez már lassan hozzá vagyok szokva. Körülbelül mindig ugyanannyi. És mondom, megduplázódott. Ha majdnem azt hittem, hogy kitérek a hitembe. És akkor végig gondoltuk, elnézést, hogy közben itt nem csinálok semmit, de azért mutatom, ezt is csináltam tegnap, halat rántottam ki, és lesavanyítottam, ami már most talán ehető is. Mert beszívta ezt a lét. Ebben a lébe sincs cukor. Meg lehet szokni. Szóval, hát mondom, a franc egye meg. Én azt olvastam a cékláról, hogy ilyen jó, meg olyan jó, meg abolyan jó. Igen. Csak ha nem vagy cukorbeteg. Úgyhogy... Taúriát a... Gyorsan bementünk a éve megnézni, mit ír róla. Glukóz, meg egyéb. Hát mondja, írja is.
Hát én azt nem olvastam el eddig. Csak meghallgattam, amit a doktor mondott. A cékláról? De ő azt nem említette, hogy... Vigyázz, haver, ne zabálj be belőle. Hát, ha... ennyi. Évi szereti. Én is. Csony. Kajánként, én úgy gondolom, hogy egy két szeletet nyugodtan meg lehet enni. Mert írja is, hogy csak nagyon mérsékelten lehet fogyasztani. Akinek hát problémái vannak a cukorra. Hát ennyit szerettem volna elmondani. Úgyhogy aki cukros, az vigyázzon a céklába, de azért lehet enni, csak ésszel. Nagyon óvatosan. Na. Na hát, kérem, mindennek észre. Most Évi főételként kapott túrós tésztát. Uh-huh. Én ebből nem eszek. És ez? Még volt túrónk, volt tejföl is minden, úgyhogy majd megyünk boltba. És ez? És hát kóstolónak raktam ki neki. Egy ilyen adag kaját. Uh-huh. Megkóstolja. Mit, megnézzük, mit mond rá. Finom. Az barna rizs, tudod, az uh-huh. zacskós, bakcsoljal, uh-huh. bakcsoljal. Ez ilyen fűszeres hús, az pedig paradicsomos lecsó. Várja? Paradicsomos gomba. A szósza. És... jó. És, ahogy jött, ilyen random, tudod, nem a saját recept. Ha, finom. Ja. Minden jó. Akkor jó van. Mm. Ott a szalonna, rajta van a turós tésztán. Mm-hmm. Úgyhogy ezeket tudod enni. Hát gyerekek, ennyi mára. Ennyi volt a mai eklézsia. Aztán megyünk boltba megvenni a pálmát, azt a 5. Meg kell vegyek egy új fűrész láncot. Úgyhogy... azt már nem hiszem, hogy filmezem, meg még módban is be kell szaladni. Jó? Köszönöm a figyelmet. Sziasztok. Bye-bye.